Sziasztok, mögöttem terül el Dublin, úgyhogy ezen a gyönyörű őszi szép napon egy nagyon nehéz és fajsúlyos témát választottam. Sokan mondtátok, hogy beszéljek a negatív dolgokról is, ami az itteni életet érinti, úgyhogy ma ez lesz, és teljesül azoknak a kívánsága, akik ezt szerették volna hallani, hogy mégiscsak miért nincs kolbászból itt is a kerítés. Úgyhogy a téma az pedig egy történelmi válság, írországi lakáskrízisről lesz szó. Néhány pontban összeszedtem a gondolataimat, úgyhogy lássuk, hogy mit is kell tudni erről a dologról. A lunchtime viewing in Dublin city centre today. Around 30 people to see a two-bedroom apartment for €2,100 a month, with stories of hope, frustration and despair. We put this up 24 hours ago and we have 535 applicants. And obviously we can't invite 535 people here, so we've kind of selected 50 and 30 have turned up. It's at 1 o'clock in the day. I'd say it was at 6 o'clock in the evening, you know, we'd have an even stronger response. With the limited availability and the clock ticking on leases, the pressure continues to mount for these home hunters. Diane Connor, RTÉ News. Legyen az első pont az, hogy vizsgáljuk meg, hogy mióta van ez a krízis, mert ahhoz, hogy megfelelően lássuk ezt a szituációt, ahhoz be kell lőni, hogy körülbelül mióta tart. Tehát ez egy nagyon friss jelenség tulajdonképpen. Én azt mondanám, hogy nem több mint 3-4 éve indult el úgy, hogy az emberek életét már komolyan befolyásolta. Igazából a pandémiával kezdődött, vagy a pandémia óta vált olyan mértékűvé, hogy most már tényleg krízisről lehet beszélni, és ez, hogyha belegondolunk, akkor nem több, mint egy 2-3-4 év. Az egy dolog, hogy a probléma súlyossága miatt, ha az ember bajba kerül, nem tudja megoldani a lakhatását, és ez kihat a hétköznapjaira, akkor akár egy év is végeláthatatlan hosszúságonak tűnik, 2-3 évről ne is beszéljünk, tehát az ember egy katasztrófának érzi. De a tény az, hogy ez a dolog a pandémia óta van, mert személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy előtte én le akartam költözni kisvárosba, Waterfordba, ami aztán emiatt meghiúsult, mivel akkor még az árak kisvárosba fele annyi volt, mint mondjuk mint Dublinba, vagy Corkba, a fővárosokban. Úgyhogy amint a Dublinba tetőzött a probléma, úgy kúszott ki a városból, és országossá vált, mivel az emberek elkezdtek a városból kimenekülni, aki tehette, és megpróbált olcsóbban, vagy még megszerezhető ingatlanra rátenni a kezét vidéken, kisvárosokba, de most már a dolog országos szintű, úgyhogy, de egy friss jelenségről van szó, ami nem több, mint egy 3-4 év. Nézzük akkor az okokat. Az első ok, az nagyon jól körülhatárolható ok, a pandémia. Mit okozott a pandémia? Tudni kell a háttérben, hogy Írországnak mindössze 5 millió lakosa van, ami egy nagyon pici ország. Ezzel szemben a világban, az angolszász brit világban, tehát a nyugati országokban, Amerika, Ausztrália, Kanada, Anglia, több mint 20-23 millió ír él, aki ír állampolgárságú, írnek vallja magát. Miért fontos ez? Azért, mert generációs leszármazottak vannak szerte a világban, és így rokonok, ismerősök, barátok tudnak egymáshoz menni, és az írek az tulajdonképpen ilyen félig meddig egy szorvány népként is él a világban, és nagyon sokan nem tartózkodnak Írország területén tartósan, mint lakóhely. Viszont, mivel a társadalmi réteg minden szintjén, az aljától egészen a tetejéig vannak írek a nyugati világban, ezért vannak tehetős írek is, akinek ingatlanja van Írországban. Viszont ezek az ingatlanok ki voltak adva.
A pandémia alatt elképzelhető, hogy nagyon sok ír hazaköltözött, tehát a tulajdonosok beköltöztek a lakásukba, és kitették a bérlőt. Ami egy elég nagy számú embertömeghez vezethetett, akik aztán kikerültek a lakáskeresési piacra. Úgyhogy a pandémia egy nagyon komoly ok, és még a pandémiának volt egy másik vetülete is, az, hogy 2 évig az építkezések le voltak állva, tehát egy óriási deficit keletkezett, mivel több ember lett az ingatlanokra, viszont a folyamat, hogy lépést tartson az építkezésekkel a kormány, az teljesen leállt. Jó, nézzük a második okot. Ez is nagyon körülhatárolható, és nagyon egyértelmű a Brexit. A Brexit hátterében is el kell mondanom egy nagyon fontos dolgot. Anglia és Írország egy közös gazdasági térséget képez, egy közös megállapodás alapján, ezt pedig úgy hívják, hogy a Common Travel Area, vagyis úgy működik a két ország, mintha egy ugyanazon ország lenne. Na, még sokkal több joga van egy írnek Angliába, vagy egy angolnak Írországba, mint ahogy az Európai Unión belül az egyik állampolgár átmegy a másik tagországba, mivel tehát ennél a szabad munkaerővándorlásnál még több jogokat ad, mivel például én is, mint ír állampolgár, hogyha átmegyek Angliába, nekem nem kell vízum, úgy élhetek ott, mint egy angol állampolgár, minden szempontból, amit ott dolgozok, beszámít, akár az ír munkaidőmbe, éveimbe is, valamint még az angol választásokon is leadhatom a szavazatomat. Tehát el lehet képzelni, és akkor ugorjunk vissza a Brexitre, hogy mit okozott a Brexit. Mivel Írország az utolsó angol nyelvű ország az Európai Unióban, ráadásul nagyon vállalkozó barát, alacsony adóterhekkel, igazán cégbarát, és ezért az angolok a Brexit után megpróbálnak tömegesen Írországba települni. Azért, hogy ugye üzletileg visszaszerezzék a piacokat, vagy megtartsák a piacot, és egyéb okokból a magánemberek megpróbálnak állampolgárságot szerezni, ezért is ugye például nekem is az állampolgárságom elbírálásának az időszaka 1 év helyett 2 évre húzódott, mert annyira le van terhelve a rendszer. Úgyhogy az angolok megpróbálnak Írországba jönni, kihasználni ezt a Common Travel Area-nak az előnyeit, és itt céget alapítani, és ezáltal megtartani az európai piacot, vagy éppen innen indítani uniós üzleteket. Úgyhogy emiatt a Írországra nagy teher hárul, és nyilván egy ilyen cég, vállalkozás, ez lehet családi, lehet céges, nagyvállalati, bármilyen, ugye nyilván hoznak magukkal esetleg alkalmazottat, családtagot, ugyanúgy lakni kell nekük, hogyha fizikailag itt akarnak lenni, tehát a Brexit egy nagyon kemény olyan ok volt, ami miatt a lakáskrízis szintén elmélyült. Menjünk tovább, és akkor a harmadik ok, az pedig a háborús migráció. Írország elég nagy szerepet vállalt most az ukrán háború óta, ugyanis szó szerint a lehetőségeikhez képest, tehát Írország a lehetőségeihez képest is túl nagyot vállalt, azzal, hogy ukrán menekültekből 1-200 ezeret is befogadott. Úgy, hogy már akkor a lakáskrízis nagyon súlyos állapotban volt, tehát ez tulajdonképpen csak feltette az íre a pontot. Miért kellett Írországnak bevállalni ezeket a menekülteket? Nyilván Írországnak a gazdasági modelljéből és a politikai kapcsolataiból adódik, hogy elkötelezett híve a nyílt nyugati társadalmaknak és demokráciának, ezáltal úgymond jobban van a nagy tőkével, és aki ebben a blokkban van, az tulajdonképpen úgymond ezért nem csak kapni szoktak, hanem adni is kell, és egyfajta, ezek gondolom ilyen háttéralkuk, és hát ugye ahova tartozunk, ez ugyanolyan, mint az Európai Unióban is, hogy az Unió erőlteti azt, hogy behozzák a bevándorlókat azért cserébe, hogy az ember uniós tag legyen, vagy valamilyen blokkhoz, vagy páholyhoz tartozzon, hogy így mondjam. Ugyanakkor azért hozzátenném, hogy a bevándorlással kapcsolatban Írország megválogatja a bevándorlókat, tehát itt nincs az a fajta ugye zöld határon keresztüli illegális bevándorlás,
hanem abszolút szűrik, általában angolul beszélő, szakképzett bevándorlókat hoznak be, és azok közül is, ahogy én látom, az ukránok közül főleg nőket és gyerekeket. És még itt hozzátenném, hogy viszont éppen erre hivatkozva most a mostani Európai Uniós bevándorlási fejkvótánál Írország visszautasította a háborús bevándorlásra hivatkozva, hogy már nem tud több bevándorlót fogadni, inkább megfizeti a fejpénzt, úgyhogy igazából egy kicsit Írország is próbál lavírozni, és amennyire lehet megragadni az alkalmat és indokokat kreálni arra, hogy ne fogadjon be több olyan bevándorlót, aki nem kívánatos, és ezért befogadott talán erején felül is olyan európai bevándorlókat, akikkel esetleg a gazdaság tud ismét kezdeni. De a lényeg, hogy a háborús migráció fölrakta az íra a pontot, és nagyon súlyosan elmélyítette a már meglévő lakáskrízist. Jó, negyedik ok. A negyedik ok az egy technikai probléma, ugye az építkezésből adódóan Írországban nem lehet felhőkarcolókat építeni, még a céges épületeknél sem jellemző a 10 emeletes magasság, általában a lakóházak maximum 3-4 emelete magasak. Ebből adódik, hogy fölfelé nem tud terjeszkedni a város, tehát csak is vízszintesen kifelé tud terjeszkedni, ami viszont egy lassabb, bürokratikus folyamat. Hogyha egy építkezési vállalkozó, befektető megszerez egy területet, akkor ott limitált, hogy hány lakást tud benne létrehozni, és ez már egy üzleti ugye, kalkuláció, hogy milyen típusú lakásokat, hány lakást tud benne kialakítani úgy, hogy ez megérje. Az ír területek nem olcsók, úgyhogy van egy ilyen technikai probléma, és azt hiszem ezt nem magyarázom túl, mert ez magáért beszél. Tehát Írország az nem egy Shanghai vagy egy Hongkong, hogy egy épületben elfér egy kisvárosnyi ember. Ötös pont. Tehát beszéljünk az ötödik okról. Ez pedig egy kicsit vissza kell mennünk az időben, a 2000-es évekig. Ha valaki emlékszik arra, hogy Írországot a Kelta Tigrisnek hívták, ez egy gazdasági boomnak az időszaka volt. Nagyjából 2000 körül, tehát ugye a 90-es évek vége, 2000-es évek első 10 éve mondjuk, óriási fejlődésen ment keresztül Írország, és ilyenkor általában, amikor ilyen pozitív a hangulat, és bármit lehet, és ezt személyesen tapasztaltam, mivel 2006-ban jöttem ki először Írországba, bármit meg tudtál oldani, amit akartál, volt szállás, volt munka, jól fizettek, minden nagyon ment, és ebben az időszakban ez olyan, mint egy háború utáni ilyen pozitív, mint a Ratko korszakban volt, hogy ilyenkor rengetegen alapítanak családot, bevállalnak gyereket, felvesznek hitelt, tudnak lakáshoz jutni, nagyon sokan több lakásra is felvettek hitelt, szóval egy nagyon-nagyon komoly gazdasági fejlődés volt, és ez volt a 2000 környékén. Most pedig 2023-at írunk. Mi következik ebből? Azok a gyerekek, akik akkor nagy mennyiségben, mint egy gazdasági boomban, mint egy Ratko korszakban születtek, azok most felnőttek, és szeretnének önálló életet élni, tehát úgymond a családok meg többszörözik magukat, mint lakóhely szempontjából, vagy szeretnék, mert hogy a felnőtt gyerekek szeretnének kiröpülni a családi fészekből, összeköltözni a párjukkal, stb. Tehát ez óriási terhet ró szintén a lakáspiacra, mert fölnőtt egy generáció, aki nem volt bekalkulálva. Nézzük akkor a hatodik okot. A hatodik ok az tulajdonképpen az előzőhöz kapcsolódik. Ennél a gazdasági boomnál, ugye nézzük meg, mi volt az oka ennek a hatalmas és gyors fejlődésnek. Írország gazdasága az IT-szektoron, tehát a digitális technológián, farma cégeken, pénzügyi szektorokon, biztosítókon, bankokon alapul, tehát ez mind-mind olyan szektor, ami nagyon gyorsan tud fejlődni. Tehát úgymond időben, és ugye ha a digitális technológiákat nézem, ugye a virtuális tér az robbanásszerűen tud fejlődni, 5 év alatt megváltozik minden.
és ez nagyon vonzza a munkaerőt, a szakképzett munkaerőt, tehát úgymond a gazdaság stílusával együtt járt az, hogy óriási mennyiségben vándoroltak be az emberek szakmai bevándorlás alapon a világ minden tájáról. Na most egy céges épületet felhúzni, és ott több ezer ember dolgoztatni, mint a Microsoft, Dell és egyéb ilyen pénzügyi cégek, meg IT cégek, tehát ugye ott sok-sok ezer irodista tud dolgozni, akinek valamilyen szakképzettsége van, bevándorolnak, és ők itt egy nagyon erős fizetőképes réteget képeznek, akik az ingatlan piacon ki tudnak venni lakásokat. Ez okozta egyébként többek között a lakásárak nagymértékű emelkedését is, de ugyanúgy maga a fizikai jelenlétük is a sok ilyen szakmai bevándorlónak ugye nyilván az igény mennyiségét növelték elég drasztikus módon. Persze ez ugyanúgy a gazdasági növekedéssel jár, de ugye itt csak arra akartam kitérni, hogy mivel az IT-szektor és a pénzügyi szektor növekedett robbanásszerűen, ezért itt a munkaerők és az irodisták és a bevándorlók száma drasztikusan nőtt, tehát nem úgy, hogy mondjuk valamilyen ipari tevékenység, ami több idő felépíteni, hanem itt digitális technológiákról van szó, tehát ezért a szakmai bevándorlást is az átlagosnál nagyobb terhet ró az országra. Nem véletlen, mivel hogy Írországot Európa Silicon Valley-jének nevezik már, tehát ez ennyire komoly ez a szektor. Akkor térjünk rá a végső megoldási fázisra, talán sokan ezt a részt várjátok a legjobban, hogy van-e megoldás erre a helyzetre, és hogyha van, akkor mi? Én nekem az a véleményem, és most ebben a részben abszolút csak a saját véleményemet és meglátásomat fogom közzétenni. Szerintem van megoldás, egyrészt a dolgok maguktól is mindig valamilyen szinten megoldódnak, mert a dolgok nem egy állandósult dolgok, hanem mindig mozgásban vannak a világ dolgai, és ez is, ahogy szépen lassan beszivárgott az életünkbe, és elért egy krízispontot, ugyanígy el fog menni. Miért? Ahhoz, hogy ebben lássunk egy kis optimizmust, ugye arra kell gondolnunk, amik okokat felsoroltam, hogy ezek az okok nem tartósak feltétlenül. Tehát például ugye a Brexit és a háborús migráció, ez mind a kettő olyan ok, ami idővel szépen elmúlik. A Brexiten túl vagyunk, az első egy-két évben nyilván csúcsra járatódik ez a átszivárgás a Common Travel Area-n keresztül. Ugyanakkor a háborús menekült válság is tulajdonképpen ugyanígy, a háborúnak is vége lesz egyszer, előbb-utóbb, és akkor ezek a menekültek el fogják hagyni Írországot. Miért maradnának itt, hogyha nem találnak maguknak valami szuper állást, vagy valami nagyon jó életkörülményt, akkor nyilvánvalóan majd szívesen mennek délre, akár a napfényesebb mediterrán részekre. Hát, hogyha netán Ukrajnát bevennék az EU-ba, amin elég nagy a lobby, nem mondok most erre semmit, hogy meg fog történni, vagy nem, de ugye ma már az abszurditás időszakát éljük, és bármi megtörténhet. Ez esetben is az ukránok ugye szét fognak szóródni Európába, tehát nem fognak itt maradni. Úgyhogy itt már két olyan okot kiütöttünk. A másik pedig az, hogy maga a válság hatására ugye elindul egy elvándorlás, mivel hogy bizonyos embereknek ebből elegük van, esetleg a helyzetük instabil, vagy úgy gondolják, hogy nem kötődnek annyira Írországhoz, hogy ezt az időszakot kitartással átvészeljék, és akkor elindulnak, és ők, és ebből az okból is némi csökkenés fog megmutatkozni, ami a lakáspiacon szereplőket illeti. És akkor a végére hagytam azt a feltételezést, vagy egy nagyon érdekes felvetést talán, amiben én megpróbálok bízni, az pedig az, hogy egy elég friss hír, miszerint Írország és Anglia fogja rendezni a 2028-as labdarúgó Európa bajnokságot,
és ebből kifolyólag ugye akkor logikusan lehet következtetni, hogy mi szokott ilyenkor történni. Hát ilyen lakáskrízis esetén teljesen kizárt, hogy 2028-ban ide tóduljon sok tízezer vagy millió mennyiségű turista, mivel nem tudnak hol megszállni. Tehát ugye, ahogy mondtam, az ukránokat már szállodákba szállásolják el, akkor hova jönne ide a turista egy olyan eseményre, ami felér egy olimpiai bajnoksággal. Ugye mit szoktak csinálni ilyenkor? Fölépítenek olimpiai falut, amikor olimpia van. Most az EB-nél is ugye ahhoz, hogy host tudjon lenni egy ország egy ilyen megrendezésnél, ahhoz óriási infrastruktúrát kell felépíteni, és általában ez mindig arról szól, hogy sportlétesítményeket, lakó apartmanokat, hoteleket, tehát mindenféle szálláshelyeket építenek. És én ebben is próbálok bízni, hogyha ez valóban így lesz, hogy itt rendezik meg a 28-as bajnokságot, akkor itt lesz egy óriási infrastruktúrális fejlesztés, mivel földrajzi helyzetét tekintve Anglia és Írország ugye itt északon viszonylag háború szempontból is biztonságban van, szerintem ezért is tették ide, nyilván sorsolásnak tűnik, de én nem hiszek a véletlenekben. Nem tudom, hogy megy ez egyébként, nem akarok hülyeséget mondani, de nyilván oka van annak, hogy ide tették. És ugye akkor befejezem a gondolatot, hogy ha itt ezt a hatalmas infrastruktúrális beruházást, ugye lakóhelyek és szálláshelyek építését elképzelhető, hogy uniós forrásokból fogják megvalósítani, tehát tulajdonképpen lehet, hogy Írország és Anglia óriási pénzeket fog, mondjuk Anglia nem, mert nem EU-s, de mondjuk Írország lehívhat hatalmas pénzeket az Európai Uniótól, ebben amúgy is eléggé tapasztalt és jól csinálja. Úgyhogy, és a bajnokság után pedig ugye általában ezek a beruházások ott maradnak a helyszínen, és akkor rengeteg lakás lehetőség lesz. És természetesen addig lesz még kormányváltás, és nyilván a következő választást az a párt fogja így nyerni, aki megígéri, hogy megoldja ezt a válságot. Hát nagyjából úgy gondolom, hogy ennyi volt az a pár gondolat, amit össze akartam szedni ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy tetszett, és iratkozzatok föl, hogyha még eddig nem tettétek meg. Nagyon sok érdekes téma lesz. Vártam az őszt, hogy ugye növekedjen a nézettség, mert nyáron mindenki elmegy nyaralni. Úgyhogy lesznek még nagyon érdekes és fontos húsba vágó témák. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!